8 millió forintot kapott közpénzből másfél hónapos kabinetvezetői munkájáért. A DK újbudai elnöke, Lakos Imre politikus bűnöző, az SZDSZ egykori fővárosi elnöke. Ezért az információért egy évig küzdöttem, végül közérdekű adatigénylés megtagadása miatti per kilátásba helyezésével sikerült meghátrálásra bírnom a DK polgármesterét. E feltárt korrupció ügyében ma hűtlen kezelés miatt feljelentést tettem. Mindeközben Lakos Imre még Karácsony Gergelytől is busás javadalmazást kap a Budapesti Városüzemeltetési Holding ZRT igazgatósági tagjaként. Az újbudai polgármester is a megduplázott rekordszámú alpolgármesterek fizetését a törvényi maximumban határozták meg ezzel párhuzamosan, ezekre is egyedüli képviselőként szavaztam nemmel. A hivatali munkatársaktól úgy tudom, hogy maga Gyurcsány Ferenc tiltotta meg eddig, hogy egy kényes 8 milliós számot kiadja a DK fővárosának minősülő Újbuda polgármestere, mondván, ha Novák Előd akarja, perelje ki az önkormányzattól, az úgyis több év, addigra szerintem már kormányon lesznek. Önkormányzati képviselőként számtalan alkalommal, például a költségvetés zárszámadásakor hiába kértem szóban és írásban is, hogy árulják el, mennyi pénzt kapott Lakos Imre másfél havi munkájáért és pofátlan végkielégítéseként, illetve közös megegyezéssel való szerződés bontásért, mivel tavaly decemberben másfél hónap után elbocsátották a polgármesteri kabinetfőnöki posztjáról, miután a politikus bűnöző leváltását szorgalmaztam többször is. Ugyanis Újbuda történetének legnagyobb korrupciós botrányában az úgynevezett Kopaszi Gét ügyben letöltendő börtönbüntetésre ítélték az MSZP-s Molnár Gyulát másodfokon, amíg a 11. kerület polgármestereként elkövetett hivatali visszaélés miatt 8 hónapra, míg a szintén politikus bűnöző SZDSZ-es alpolgármesterét, Lakos Imrét 6 hónap felfüggesztett szabadságvesztésre ítélték. Azonban a politikai maffia összefonódásait jól mutatja, hogy végül az MSZP alkotmánybíró jelöltje a nyilvánvaló elfogultság ellenére felmenthette őket a kúrián. Tehát az MSZP egykori alkotmánybíró jelöltje, immár büntetőbíróként. A Fidesz elszámoltatási politikájára jellemző, ha lehet egyáltalán ilyenről beszélni, hogy az MSZP-nek ezt a pártkötődés miatti összeférhetetlenségét eltűrték, sőt, talán nem véletlenül arra a nyíltan MSZP-s bíróra szignálták ki harmadfokon az ügyet. Ezért levélben fordultam akkor Polt Péter legfőbb ügyészhez, illetve Handó Tündéhez, az Országos Bírósági Hivatal elnökéhez is, kérve az eset kivizsgálását és új elfogulatlan eljárás lefolytatását, de ők megtagadták azt. Pedig az ügyészség korában azzal vádolta meg őket, hogy 2006-ban a 11. kerületi Kopaszi Gát és a Lágymányos Jöböl környékén pályáztatás nélkül játszottak át magáncégnek egy 38 hektáros telket. A börtönbüntetés kihirdetésekor Szabó György, a Jobbik fővárosi képviselője még úgy fogalmazott, hogy a fővárosi Demszki korszak egyik meghatározó alakja kerül börtönbe. Idézem, a politikus mellett kiálló MSZP-nek és a Gyurcsány pártnak pedig egy elfogadható út maradt, beköltöznek Molnár Gyula mellé a börtönbe, mert előbb-utóbb a Jobbik valóban elszámoltatja a balliberális bűnszervezeteket. Ezt írta a Jobbik 2003-ban, de mára elvtelenül összefogtak velük a hatalom mindenáron való megszerzése érdekében. Ezért jött létre a Mi Hazánk mozgalom, hogy se Gyurcsány, se Orbán korrupt rendszerét el nem fogadva mutasson harmadik utat. Ráadásul képesek voltak itt az önkormányzatban a Kopaszi Gáti ingatlan panaba ügyében Molnár Gyula és Lakos Imre ellen indult büntetőeljárás harmadrendű vádlottját, Zala Lászlót is megbízni Újbuda jogi képviseletével. Az általa vezetett ügyvédi iroda már 2019. novemberében 4,2 millió forintot számlázhatott az önkormányzatnak. A másik DK-s politikus bűnöző, a már 2010 előtt is jogerősen elítélt Ceglédi Csaba is 10 milliókat zsebelhet be Újbudától továbbra is, hiszen csak szavakban tiltakozott vállalhatatlan megbízatása ellen a Momentum, a Jobbik és az LMP. És amikor
előterjesztést nyújtottam be, és így szerződést bonthatott volna az önkormányzat, azt már sajnos nem támogatták. Ceglédi munkájával kapcsolatban sorozatos kéréseim, illetve 10 hónap után végre nemrég legalább betekintést nyerhettem a teljesítés igazolásokba, még ha másolatot nem is kaphattam, fényképet nem is készíthettem róluk. De azt láttam, hogy a havi 1,4 millió forintos megbízásáért például olyan tanácsokat ad, hogy egy képviselőnek miként, milyen érveléssel ne biztosítsák az iratbetekintés jogát az önkormányzat céges ügyeibe. És mindezek a titkosítások nem zavarják Újbuda átláthatósági megbízottját sem, mely posztot szintén csak kifizetőhelynek használják a Momentum kielégítésére. Titkosította a Transparency International elnöke a saját közmegbízatását havi 1 millió heti egy munkanapért. Ezzel a címmel hívtam fel a figyelmet itt egy sajtótájékoztatón a Jéghegy csúcsára, majd bejelentésem után 3 nappal végre nyilvánosságra hozták a korábban egy hónapig hiába kért szerződést és annak módosítását, ugyanis a lelepleződés után 500 000 forinttal csökkentették az átláthatósági biztos még így is pofátlan megbízását. A Mi Hazánk mozgalom ezért sem támogatta most kedden azt a fideszes alaptörvény módosítást, mely szűkíti a közpénz fogalmát, így nehezítve a közérdekű adatigényléseket, és ezáltal a korrupció feltárását.